Tudjátok, nyugodtan, rendben volt, folytatom. És a Raiffeisen bankhoz is van némi történet. Pár héttel ezelőtt még titokban kellett bankhoz találnunk. Ha már nem kell titokban csinálnunk, teljesen legális. Mert nem csak a harcot értünk, hanem a joghoz is. Nézd meg azt az állát, hogy mi barájunk. Kinek a tulajdona? Ezek hazudnak is. Ez a magyar nép tulajdona. A Raiffeisen Bank nem csak becsapott minket, hazudós is. Azt írja, hogy ez az épület a Raiffeisen ingatlanok tulajdona. Ez nem igaz, ez a magyar nép tulajdona. És el is vesszük, mert ez a miénk, ebből húzzanak a francba. Azt mondták, hogy csak a házaink kellenek nekik. Hát nem tudjátok meg, de mi elrakszunk ezt a banképületet is, és a magyar nép fogja használni lakásokat, köszönteket, oldákat, iskolákat fogunk kiépíteni. Demonstrációkra biztosítja, hogy zavartalanul
kifejthetünk véleményünket, elmondhatjuk a bűnfájváró rendeleknek, a politikusoknak.